amint ígértem is nektek, most az Isten szeretnék egy picit beszélni. És nagyon nem mindegy itt az elején a fogalmat tisztázni, hogy mit is jelent az Istenfélelem. Az is lehet egy ilyen alcím a prédikációnak, hogy félem Istent, vagy félek Istentől. És nem mindegy, hogy Istent félem, vagy Istentől félek. És van egy ige, ami nagyon jól mutatja meg az Istenfélelem és az Istentől való félelemnek a különbségét. A kettő Mózesnek a 20. részénél kinyitjátok a Bibliátokat, tudjátok, ez egy nagyon ismert igerész, itt van a 10 parancsolat felsorolva, és a 10 parancsolat felsorolása után azt olvassuk a 18. verstől, az egész nép pedig látta a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegyfüstölgését, és látta a nép, és megrémült, és hátrább állt. És ezt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő féleme legyen előttetek, hogy nevét védkezzetek. Távol állt azért a nép Mózes, pedig közelebb ment a felhőz, amelyben az Isten volt. Itt egy fordítási problémára hívnám fel a figyelmet, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten megkísért, a Biblia azt mondja, hogy Isten senkit nem kísért meg. És ezt az igét leginkább úgy kellene folytani, hogy Isten megpróbálta ezeket az embereket, kipróbálta azt, hogy hogyan, miként állnak hozzá. Az újabb fordítások azok már úgy is hozzák, de a Károly az még nem így hozta. De olyan érdekes dolog is, ami engem úgy meglepett, az az, hogy az ember azt távolodik, vagy pedig közeledik az Istenhez. És azt látjuk, hogy a nép az elkezdett távolodni Istentől. Hallották a tíz parancsolatot, látták ezeket a különleges dolgokat, mennydörgések, villámlások, trombita hangjai, tehát nem tudjuk megfogalmazni sem azt, hogy milyen lehetett az élőistennek az aktív jelenléte itt a Földön. De azt látjuk, hogy a nép az elkezdett félni. És nem akarták Istennek a szavát hallani, Na azt láttuk, hogy egyre távolabb mentek, és Mózes, aki ugyanezeket a dolgokat látta, ugyanezeket a dolgokat átélte, ő nem távolodott, hanem ő közelebb ment Istenhez. És én valahogy ezt látom, testvéreim, hogy amikor találkozunk az élő Istennek a jelenlétével, vagy magával Istennel egyelőre, mint fogalommal, vannak emberek, akik távolodnak Istentől, vannak emberek, akik közelednek Istenhez. És én azt gondolom, hogy ez leginkább azért van, mert el kell gondolkoznunk az, hogy milyen állapot van bennünk a mi szívünkben. A nép az félt Istentől, pedig Mózes azt mondta, hogy nem kell, hogy félnetek, nem kell félnetek Istentől, mert Isten nem akart titeket bántani. És ha megnézzük a Szentírás bármelyik részét, sokan mondják azt, hogy az Ószövetség Isten egy haragó Isten volt, de én azt gondolom, hogy ha józanul, őszintén nézzük Istennek az igét, azt látjuk, hogy az Ószövetség Isten ugyanaz, mint az Újszövetség Istene. És Isten soha nem volt egy haragó Isten, soha nem volt egy gonoszkodó Isten. Volt, amikor haragudott. Meg is volt az oka de ő neki nem az az állapota, hogy mérges, nem az az állapota, hogy haragszik, de valahogy az emberekben ez benne van a fejükben, amikor egy átlag istenképet elképzelnek maguknak, akkor egy ilyen haragvó, villámokat szóró, mérges, őszhajó emberre gondolnak, aki jól lesült, ha valami rosszat csinálsz. És nagyon sokszor így is gondolkozunk, ha valami probléma vagy nehézség van az életünkben, nagyon megvertengem megvert engem az Isten, gondolkoznak így az emberek. És sokszor még hívő emberek is gondolkoznak így, ha például valami baj, betegség van az életedben, biztos bűnkövettél el, átok van az életeden, ha nem én az anyagi áldás, biztos nem fizeted jól a tizedet, vagy lehet lehetne sorolni, sorolni, hogy mennyi módon jönnek az emberek, és természetes, hogy vannak szellemi törvényszerűségek, összefüggések az életünkben, amelyek egyszerűen működnek. Tehát Isten nem azért hozta létre a gravitációt, hogyha valaki leugrik a tizedikről, az összetörje magát, hanem azért, hogy a Földön tartson bennünket. És az összes szellemi törvényszerűség, én azt gondolom, nem azért van, hogy bántson bennünket, hanem azért, hogy irányban tartsa az életünket. És amikor ezt a tíz parancsolatot Isten elmondta, nem azt mondta, hogy ez se szabad, az se szabad, az se szabad, ő meg röhög a pagába, hanem egyszerűen az volt a vágya, az volt a célja, hogy az emberek teljes, boldog és jó életet tudjanak élni. És elmondott egy néhány szabályt, hogy ha az ember odafigyel Istenre, akkor áldott lesz az élete. És én azt látom, hogy az Istentől való félelemnek az alap problémája az az emberben lévő bűnkérdése. Amikor bűnök terhelik a lelkemet, amikor bűnök vannak bennem, ezek nem engednek az Istenhez közel. És érzem ezt a feszültséget. Ha valakivel van valami vitás, mit tudj, hogy mert odébástam le az én kerítésemet, vagy stb., és tudom azt, hogy én vagyok a saras, akkor nem akarok azzal az emberrel találkozni, nem akarok vele beszélgetni. Figyelem az ablakot, hogy mikor fog indulni, ha elindult, akkor megyek el, vagy hamarabb megyek el, csak nehogy találkozzak, vagy ha összevesztem valakivel. Sokszor így az emberek kerülik a szemkontaktust, kerülik a kapcsolatot, mert tudják azt, hogy valami nem jót belül. Valami. Nem úgy alakult, ahogy kellett volna is. Én azt gondolom, hogy az élő Isten így alkotta meg a lelki ismeretünket, hogy ne legyen jó. Amíg a bűn van bennünk, és a bűn uralkodik rajtunk, Isten nem akarja, hogy jól érezzük magunkat. Nem akarja, hogy kiegyezzünk a bűnnel. Nem akarja, hogy kiegyezzünk egy középszerű élettel. Ő azt szeretné, hogy az életünk az tudjon teljes, és tudjon boldog lenni. És amikor az Isten félelemről beszélünk, nem is attól kell félnünk, hogy Isten itt lesz, hanem mi van, ha ő nincs velünk? Mert ha megnézzük a zsidó népnek a történetét, amíg Isten velük volt, nem volt okuk a félelemre. Olyan hadseregeket győztek le, amelyeket fizikális szinten esélyük sem lett volna. Ez egy nép volt, évszázadok óta nép volt. Semmilyen fegyveri ismeretük nem volt, semmilyen harci, taktikai tudásuk nem volt, és mégis azt látjuk, hogy legyőztek egy egész országot, az egész Kánoánt helyel közel le tudták győzni, de csak azért volt a helyel közel, mert nem mindig Istenre figyeltek oda. Amíg Isten volt az életük középpontjában, mindig győztek. Ezek az ellenségek rettegtek a zsidó néptől, és féltek az ő istenüktől, nem is annyira néptől, mert tisztában voltak azzal, hogy ez a nép nem tudna győzni az ő istene nélkül. És lehetne sok-sok történetet felhozni, hogy esetleg éppen odaértek, ez már később a királyok korában, de éppen odaértek a háborúba a zsidók, addigra már el volt végezve a háború, mert Isten győzött. Vagy éppen bent voltak Jeruzsálemben, féltek, mert meg volt ostromolva a város, és azt vették észre, hogy az ellenség legyőzetett is visszavonultak. Sok ilyen példa van, hogy a zsidó nép úgymond semmit nem csinált fizikálisan, és mégis Isten győzött és cselekedett. És én azt hiszem, testvérem, nekünk is meg kell tanulnunk nem félni Istentől, hogy na mi lesz, hogyha itt lesz Isten, hanem meg kell tanulnunk félni attól, hogy mi van, ha nincs velünk. Tudjátok, Régebben intenzívebb volt a profitai szolgálat, és most is pontogatja a szárnyait, de én tisztán emlékszem, hogy ha tudtuk azt, hogy jön egy olyan tesó, akinek profitai szolgálata van, vagy imádkozni fog éltünk, gyermekként nagyon sokszor féltünk, hogy na most mit fog mondani. Ki fogja derülni azt, hogy mit csináltam a múlt héten? El fogja elmondani az úr is. Én hiszem azt, hogy Isten igaz profitái ilyeneket is elmondanak. Elmondják azt, hogy mi a bűn az életünkben, elmondják azt, hogy miben kéne változnunk, miben kellene helyreállnunk, de ez nem kell, hogy félelmet gerjesszen bennünk. Ahogy egy szerető szülő nem bántani akarja a gyermekeit, amikor fegyelmezi, hanem a javukat akarja, ugyanúgy, mint a mennyei édesatyánk is, a javunkat akarja, amikor fegyelmez, amikor próbák vannak is. Én hiszem azt, hogy minden egyes nehéz helyzet tud lenni a számunkra, hogyha mi keresjük az élő Istennek a közelségét, és nem akarunk tőle távol lenni, nem akarunk elszakadni tőle. Emlékeztek Dávidra, hogy milyen komoly bűnt követett el, amikor megcsalta, az ő feleségét Becsabéval, megölette Becsabénak a férjét is. Az 51. Zsoltár az Dávidnak a bűnbánat szól. És ebben a bűnbánat a is van egy érdekes gondolat, amikor azt mondja a 13. versben, hogy ne el engem a te orcád elől, és a szent lelkedet ne vond meg tőlem, ne vedd el tőlem. Tudjátok, a Dávidnak a legnagyobb félelme az volt, hogy az élő Isten elhagyja őt. Tudta azt, hogy bűnt követett el. Tudta azt, hogy milyen helytelen dolgokat csinált. És nem attól félt, hogy jön Isten, hanem attól félt, hogy mi lesz, ha többet nem jön. Mi lesz, ha többet nem fog szólni. És én hiszem, hogy nekünk hívő embereknek ez egy nagyon fontos vágyunk kell, hogy legyen, hogy Isten mindig legyen itt a gyölekezetben. Van egy ilyen régének, nagyon régen énekeltük már, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Én őszintén hiszem, testvéreim, hogy amikor közösségben vagyunk, akkor Isten itt van. Mert Isten egy szavatartó Isten. És ezt mondta Jézus: hogyha ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, én ott leszek közöttetek. És hogyha az élő Isten nevében jövünk össze, ő itt van. És ő akar bennünket változtatni, akar bennünket formálni, és én őszintén vágyom, hogy Istennek a tisztelete, Istennek a félelme tudjon leszállni ránk. És tudjátok, nagyon sok esetben meg azt látjuk, hogy akár az apostolok cselekedeteiben, de akár a jelenlegi történemben is látjuk, hogy amikor Isten jelenléte megjelenik egy-egy gyülekezetben, akkor nagyon sok esetben nem csak Isten félelem, hanem fizikális, természetes félelem is rászáll az emberekre. Az abcselben is olvassuk azt, hogy az emberek féltek a hívőktől. De nem azért, mert ezek olyan kotta gyerekek voltak, hogy ki voltak gyúrva és leverték volna őket, hanem ezek az emberek érezték azt, hogy a hívőkben van valami, pontosabban van valaki. És ettől az élő Istentől féltek az emberek. Tudták azt, hogy itt komoly dolgok vannak, és utána persze azt látjuk Ananiás, Ananiás és Safira esetében is, hogy nem lehetett az Isten jelenlétében akármit csinálni, meg akármit mondani. És azt olvassuk újra, hogy félt a nép. Féltek az emberek, mert tudták azt, hogy valami vaj van a fülük mögött. Tudták azt, hogy nem helytelen a motivációjuk, és tudjátok, mi olyan sokszor szoktunk olyat csinálni, hogy eltereljük a felelősséget másra, és azt gondoljuk, hogy akkor már nem terhel engem mert a másik is felelős. Vagy éppen egy után már csak azt mondjuk, hogy csak a másik felelős. Pedig én azt látom, hogy a felelősséget mindig magunkban kell keresni. Mindig magamban kell keresni, és ez egy elég nehéz dolog. Nehéz dolog azt mondani, hogy én követtem el a hibát, én védkeztem, de elengedhetetlen, hogyha szeretnénk bűnbocsánatot nyerni. Fel kell ismernünk a gyengeségeinket, és el kell indulni a változás útján. Éppen egy depressziós hölgyről beszélgettünk, és a tesó említette, hogy milyen jó dolog az, hogy felismerte azt, hogy ő és szabadulni akar. És én azt gondolom, hogy a felismerés, a helyzetünknek a felismerése, valós felismerése elengedhetetlen a változáshoz. Ha én egy tévképzetben vagyok, azt gondolom, hogy minden rendben van, minden jó van, nagyon nagy baj lesz Krisztus előtt. Én inkább most szeretnék szembesülni a bűneimmel, én most akarom megbánni a bűneimet, mert akkor a Krisztus ítélő előtt már késő lesz. Hiába azt, hogy Uram, bocsi, újra az egész, nem fog működni. Mert itt az egész életünk rendelkezésünkre áll, hogy tudjunk dönteni Isten mellett. És hogy ne kelljen félnünk tőle, hanem tudjuk vágyni az ő jelenlétét. Ádámnál, Évánál azt látjuk, hogy kapcsolatban voltak Istennel, beszélgettek vele. Minden nap azt olvassa az ige, hogy hűvös alkonyatkor az úr jött hozzájuk, beszélgetett velük, és volt egy jó felhőtlen kapcsolat. De amint elkövették a bűnt, engedetlenek lettek Isten parancsa iránt, azt látjuk, hogy rögtön félni kezdtek Istentől. Soha semmilyen rosszat nem tapasztaltak Istentől. Isten nem bántotta őket, nem fegyelmezte őket, semmi negatívumot nem tapasztalhattak Istentől. Mégis egyszerűen beköltözött a bűn az életükbe, és ez rögtön félelmet eredményezett. Elkezdtek félni Istentől. És ha megnézzük akár bármelyik profétát, ezek a proféták ezek nem csak hogy szoros kapcsolatban voltak Istennel, hanem Isten jelenlétét képviselték nagyon sok esetben. És amikor féltek a profétáktól az emberek, én azt hiszem, hogy megint csak az élő Istennek a jelenlététől féltek. Nem lehetett akár, hogy oda menni a profétához. Nem lehetett akár, hogy beszélni, mert tudták, hogy ez Istennek az embere. És van egy szörnyű történet, szörny szörnyű történet a Bibliában, amit sokáig nem nagyon tudtam megérteni. Tudjátok, Illésnek az utódja Elizeus proféta volt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy egy kopos ember volt, és elkezdték gúnyolni fiatal gyerek, a bételi gyerekek. És utána gondot rájuk egy átkot ez a proféta, és jöttek a medvék, és széttépték a gyerekeket. És azon gondolkoztam, hogy ez, hogyan fér össze a hitünkkel, hogyan fér össze a gondolkozásunkkal. És tudjátok, én arra jutottam, hogy amikor azt a profétát szíták, akkor nem a a személyével volt nekik a bajuk, hanem azzal a személyel, akit ő képviselt, az élő Istennel. És azt olvassuk, hogy ez a bételi környék, az egy előtte részekben olvassuk, hogy ez egy lázadó környék volt. Sok helyen látjuk azt, hogy mennyiszer támadtak Isten ellen, és ez Isten büntetésének egy jogos következménye volt. És én, vagy Isten káromlásának egy jogos következménye volt ez a büntetés. És annyira fáj az, amikor az emberek nem gondolják át azt, hogy a tetteiknek milyen következményeik vannak. Vagy beszéljek többes szám, a tetteinknek milyen következményei vannak. Mert mindannyian követünk el hibákat, de kell, hogy felmérjük azt, hogy ha én valamit csinálok, annak következménye lesz. Ha bedobok egy kavicsot a tóba, akkor az hullámokat fog gerjeszteni. És mi sokszor olyan könnyen el tudjuk intézni a dolgokat. Éppen beszélgettünk, nem is tudom most az elmúlt napokban, hogy sok ember, aki úgymond csak elmondja az igazságot, nem gondolkozik az, hogy mi lesz a következmény, ő csak igazat mondott. És nyersült és őszintességgel megbánt embereket, megaláz embereket, tönkretesz embereket, és ő csak az igazat mondta el, és akkor ezzel le van tudva. De ez nem így működik. Nekünk kell számolnunk a tetteink, cselekedeteink és szavaink következményével, mert ezeknek következményei vannak. És én azt látom, testvéreim, hogy Nekünk nagyon fontos, hogy tudjunk az Istennel egy olyan mély és erős kapcsolatot építeni, amely az áldásunkra van, mert még egyszer mondom, Isten nem bántani akar bennünket, hanem a javunkat akarja. A 111. Zsoltár megint csak Dávidnak a Zsoltára, felfog most ezt az egész Zsoltár, 10 vers. Ezzel kezdi. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat, 111. Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eredelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes megingathatatlanok, örökké és mindvégig hűségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte a szövetségét örökre. Szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Ez nem annyira olyan, mint a bűnbánati Zsoltár hanem azt látjuk, hogy itt pont megéli az élő Istennel való kapcsolatot, és ennek a kapcsolatnak a gyönyörűségét próbálja a saját szavaival ábrázolni, hogy mennyire nagyszerű, hatalmas és jó Istenünk van. És ha ezt az igét felolvasom, és itt is az Isten félelemről van szó, egyáltalán nem a félelem fog az eszünkbe jutni, hanem egy vágy, hogy én ezzel az Istennel szeretnék kapcsolatba lenni. Én szeretném azt, hogy minden útján, minden úton, amelyen megyek, azon Isten gyönyörűsége legyen, Isten áldása legyen, hogy jó dolgokat tudjak csinálni, hogy jó szerencsés legyen az én életem. Az első Zsoltár szintén ezt mondja, hogy boldog ember az, emlékeztek rá? Aki nem jár a konoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Solyan lesz, mint a folyóvizmel ültetett fa, és lehetne sorolni De Nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen úton járunk. A hamisság útján járunk, vagy az igazság útján. És itt azt látjuk, hogy az Úr valódi utat ad nekünk. Azt mondja, megingathatatlanok örökké, és mindvégig az ő, töké, az ő végzései hűségből és egyenességből származottak. Isten egy hűséges Isten, a javunkat akarja. És azt olvassuk, hogy a bölcsességnek a kezdete, az Úrnak a félelme. És ezt úgy is lehetne, nem a kezdete vagy az eleje, hanem lehetne azt is mondani, hogy a bölcsességnek az alapja. A valódi bölcsességnek az alapja, amikor az ember elkezdi tisztelni Istent, elkezdi félni Istennek a nevét is. Igazából én azt gondolom, hogy az Isten félelem az nem egy félelmet jelent, hanem egy olyan mély tiszteletet, amikor az ember tényleg átgondolja azt, hogy milyen csodálatos Istenem van, elkezdem őt becsülni, elkezdem méltányolni őt, elkezdem őt dicsérni, és rájövök arra, hogy milyen nagyszerű. És nem azért, mert muszáj, vagy kiadnak nekem leckének egy ilyet, hogy írjak egy szép magasztaló verset Istenről. Dávidnak nem mondták meg, hogy ezt írja, hanem egyszerűen egyre mélyebben megismerte Istent, és jött fel a szívéből a hála, jött fel a szívéből a dicséret. Szokták mondani, hogy helyre fogja Isten állítani Dávidnak a leomlott sátorát. Vannak, akik azt mondják, hogy már megcsinálta, vannak, akik azt mondják, hogy már csinálja. De az egyik fontos tulajdonsága a Dávidnak az volt, hogy rendkívül jól tudta Isten dicsőíteni. Rendkívül jól tudta Isten magasztalni. Kiment a sauból a démon, amikor ő elkezdett énekelni. És látjuk azt, hogy nagyon-nagyon intenzíven tudta. A zsoltároknak nem számoltam ki, de szerintem legalább a felét ő írta. És mély és intenzív kapcsolata volt Istennel. De ez csak azért tudott ilyen erős és jó lenni, mert megismerte az Urat, megismerte az ő jóságát, és igyekezett ezt minél teljesebben kifejezni. És kényszerből bókolni a feleségnek vagy férnek nem igazán érdemes, mert muszáj. Hanem az a jó, amikor szívből jön. Úgy is észreveszi a másik fél, hogy nem vagy őszinte. Úgy is észreveszi, hogy valamilyen monoton szöveget mondasz el. A szívből jövő szavak meg gondolatok azok mindig erőteljesebbek, és az élő Istennel kapcsolatban hiába imádkozott egy gyönyörű szépen egy órán keresztül, ha egy szavát se hiszed el annak, amit mondasz. Semmit nem ér. És lehet, hogy makoksz, dadoksz, és néhány gyenge mondatot mondasz el, és Isten számára ez egy kedves és nagyszerű imádság. És meghallgatja ezt az imádságot. Tudjátok, az az ember, aki egész életi gyilkolással töltette, egyetlen egy mondatot mondott el, és Jézus megkegyelmezett neki. Azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Nem volt valami szép ima, nem volt egy nagy Isten dicsőítés, csak rájött arra, hogy neki az úrra van szüksége, és szíveteljességiből szólt az úrhoz. És én őszintén vágyom, testvéreim, hogy ez az Istenfélem tudjon bennünk lenni, hogy tiszteljük őt. És minél inkább közelebb kerülünk hozzá, annál inkább megismerjük, és annál inkább szeretjük őt. És nem kényszerből, nem muszájból jövünk a gyülekezetbe, nem kényszerből, muszájból éneklünk, vagy tapsolunk, vagy emeljük fel a kezünket, hanem ezt ez a szívünkből jön, hogy én akarom kifejezni Istennek az én tiszteltemet. Ha néztek egy foci meccset, persze szoktak ilyen szurkoló karmesterek lenni, hogy intézik a dolgokat, de ha van egy gól, akkor nem kell mondani, hogy fiúk, most akkor újongás, vagy most akkor új, tapsoljatok, hanem egyszerűen látnak egy eredményt, látnak egy sikert, és kitör belőlük a felszabadult öröm, hogy tudtunk egy gólt rúgni. Már megint vezetünk, már megint haladunk előre. Nem kell magyarázni ezeknek az embereknek, hogy most örüljetek, most legyetek boldogok. Vannak olyan műsorok, amikor felvillan ez a most taps, vagy most ö, nevetés lámpa. Isten országában ez nem így van. Ő azt szeretné, hogy szívünkből tudjon jönni az öröm, szívünkből tudjon felszabadulni az Istennek a tisztelete, és nem kényszerből. Ahogy fel is volt írva az igében, az adakozásnál is önkéntesen szívből kell, örömből kell jönnie, nem törvényből, hanem az Isten való kapcsolatnak egy következménye, hogy én mindenemmel őt akarom szolgálni. Ráadásul mindenem az övé, mert tőle kaptam, és ő adta nekem. És azt olvassuk, hogy a bűn az nem csak, hogy eltávolít bennünket, elszakít bennünket Istentől, hanem meg is tud minket keményíteni. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a harmadik részben, 12.-13. versben. Vigyázzatok, fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen és gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsítek egymást minden napon, míg ma, hogy egyikőtök se keményítesse meg a bűnnek családsága által. Döbbenetes dolog, testvéreim, megint csak hívő emberekről beszélünk, Hívő emberek el tudnak szakadni Isten kegyelmétől. Hívő embereknek a szíve meg tud úgy keményedni, hogy nem tudnak közösségbe kerülni Istennel. És én annyira vágyom, testvéreim, hogy soha ne legyünk ilyen állapotban, mert ennek a keménységnek egy nagyon nagy csapdája, meg átka, hogy az ember, amikor benne van ember a keménységben, nem is nagyon veszi észre. Nagyon ritka az, amikor az ember olyan józan tud lenni, hogy észreveszi a saját hibáit és kontrollálja. Ezért is mondja az igaz, hogy vigyázzatok, atyám fiai, és incsétek egymást minden napon. Tehát az egyik dolog az, hogy én igyekszek vigyázni, és amit tőlem telik, megteszem, de a másik dolog az, hogy én közösségben vagyok az én testvéreimmel, és ők szólnak nekem, és elmondják a véleményüket, és ez nem bántó vélemény, hanem lehet, hogy ő olyat vesz észre, amit én nem vennék észre. És legyek érte hálás, hogy nem keményedik meg a szívem. És ha már egy kicsit meg van keményedve, akkor lehet, hogy meg kell törni annak a szívnek, hogy meg tudjon lágyulni. De Isten ki is tudja cserélni a szívünket egy teljesen új hús szívre. Erről is fogunk mindjárt majd olvasni a Jelmiásnál a 32. részben, a 38. verstől. Népem mi lesznek nekem, én pedig nekik Istenük leszek, és adok nekik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó legyen dolguk nekik és az ő fiaiknak ő utánuk. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jótéteménytől, és az én félemmelet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Kétszer is azt olvassuk, hogy az én félelmemet, és örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálhatom őket a földbe, teljes szívvel, teljes lélekkel. Olyan csodálatos dolog, hogy Isten, amikor mi megtanuljuk őt félni, akkor ő meg akar bennünket áldani. És azért szeretném, hogy az Isten félelem bennünk legyen, mert ő körül akar bennünket venni az ő áldásával, az ő szeretetével, és azt szeretné, hogy tudjon teljes békességünk lenni, teljes elégségünk, és hogy tudjunk, ő, ő is tudjon örülni, és mi is tudjunk örülni. Isten örömét látja abban, hogy az ő népe előre halad. Örömét látja abban, hogy az ő népének békessége van, és öröm van a szívében. Ő nem egy rettegő hívő népet akar. Ahogy egy normális szülő nem akarja, hogy a gyerekei féljenek tőle. De igenis elvárja, hogy tiszteljék, és megadják a kellő tiszteletet. És a kettő, az simán megfér egymás mellett. Az, hogy én tisztelem a szüleimet, vagy éppen tisztelem Istent, és szeretem is őt. És ez a kettő, ez erősen együtt tud működni. És emlékszem, régebben erről beszéltünk már, hogy a régi időkben az gyermekek nem mertek a szüleikkel tegezve beszélni, hanem mindig magázták őket. Sokan vannak, akik a mai napig még magázzák a szüleiket. Ez is a tiszteletnek egy formája volt, és nem mertek a szüleiknek beszólni, visszaszólni. És én azt gondolom, hogy próbálták betartani azt a parancsolatot, most a negyedik vagy ötödik parancsolat, azt hiszem negyedik, ötödik, ötödik parancsolat. Akik tanulnak a hit tanulnak, azok tudják, vagy akik tanítják. Ötödik parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a Földön. És ha megnézitek, a mai világban nem annyira működik a tisztelet. Nem annyira tisztelik, nem csak a szüleiket, hanem bármilyen tekintét az emberek, hanem ők maguk mindenek fölött való tekintély. Ők maguk azok, akiket tisztelni kell. Mi elvárunk mindent másoktól, csak nekünk ne kell semmit sem csinálni. De a Biblia azt pont nem erről beszél, hanem kell, hogy tudjuk Isten megtanulni tisztelni, és nagyon fontos, hogy ne legyen kemény a szívünk, hanem tudjunk mindig odafigyelni Istenre. Még egyszer, amit az előbb mondtam, figyeljünk oda magunkra, és segítsünk másoknak is, hogy odafigyeljenek magukra. És amikor intünk, vagy fegyelmezünk, ez nem azt jelenti, hogy bántunk, hanem szeretettel elmondjuk a másiknak azt, amit látunk. És még akkor is, ha esetleg nincs igazunk, tudunk épülni, és tudunk erősödni egymás által. Tudunk erősödni egymás tisztelete, egymás szeretete által. És picit szeretnék beszélni még a gyakorlatról is, hogy ez hogyan működik, nagyon röviden le tudnám mondani, arra kell odafigyelni az Istenfélemnél, hogy milyen a hozzáállásunk magunkhoz, milyen a hozzáállásunk másokhoz, és milyen a hozzáállásunk Istenhez. És ebben a háromban megmutatkozik azt, hogy Istenfélő emberek vagyunk-e, vagy nem a cselekedeteinkben. Az 1. azt olvassuk, hogy Isten a negyedik résznek a 7.-8. verséből, hogy Isten maga a szeretet. És nagyon fontos dolog itt az igében erre odafigyelni, azzal kezdő, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent, aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten az a szeretet. Ő maga a szeretet. És azt látjuk a következő rész, amit akarok mondani, az a Lukács 6-ban van leírva, 6.31-ben, ott azt mondja, hogy mi is úgy kell, hogy tudjunk cselekedni. Ahogy szeretnék, ahogy mások velünk cselekedjenek, kell, hogy mi is tudjunk úgy cselekedni. A harmadik igé, és mindjárt fogok beszélni róla, csak ő felolvasom az igéket, az szintén az egyánosban van leírva, a negyedik részben, a 19, 20 és 21. vers. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és is, gyűlölő maga Atya fiát, hazudik az, mert aki nem szereti maga atyafiát, fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatunk is van őtől őt le, hogy aki szereti az Istent, szeresse maga atyafiát fiát is. És az 5 Mózes 6.5-ben pedig nagyon jól ismeritek, ez a zsidóknak az első nagy parancs, amit adott Isten, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És igazából ezzel a néhány igével próbáltam úgy érzékeltetni, sok-sok igét lehetne még felhozni, hogy mennyire fontos az, hogy a viszonyulásunk, a hozzáállásunk az milyen. És alulról építkeznék fel, kell, hogy legyen az emberben egy egészséges hozzáállás önmagához. Azt látom, hogy nagyon, nehez, nagyon kevés ember van az, aki jóban van saját magával. Sok ember van, aki alulértékeli magát, és nem tudja becsülni magát, nagyon sokan ezért depressziósak, nem tudják értékelni a saját életüket, mire vagyok én jó, nagyon sokan sajnos eldobják az életüket, mert tele vannak depresszióval, és sok olyan ember van, aki pedig túlértékeli magát, és azt gondolja, hogy ő a világ közepe, amiről múlt akkor egy kicsit, kicsit beszéltem múlt vasárnap, hogy sok ember istenként szeretné magát tiszteltetni, és az lenne az ő helye, úgy érzi, hogy a csúcson mindenek fölött bármelyik cégnél, akkor vagyok én a helyemen, pedig mindenkinek más és más a helye. De azt látom, hogy nagyon sokszor a helytelen önértékelés az alapja nagyon sok problémának, hogy az ember nem tudja önmagát elfogadni. Van egy ilyen könyv, Josh McDowell írta, és a fiataloknak szokták szétosztani, hogy az vagyok, akinek mások mondanak, nem tudom, ismerjétek-e azt a könyvet, hogy megvan-e otthon. De ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az vagyok-e, akinek mások mondanak. Hogyha más valaki azt mondja, hogy hülye vagy, akkor hülye vagyok-e, vagy csúnya vagy, akkor csúnya vagyok-e, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, Azért vagyok valaki, mert valaki azt mondja rólam. És nagyon fontos dolog, hogy ezt ismerjük fel, hogy ne mások véleménye legyen az, ami bennünket elsődlegesen formál, hanem az élő Istennek az a szavai, amiket ő mond rólunk. Az vagyok, akinek Isten mond engem. És olyan vagyok, amilyennek Isten lát engem. És ezért nagyon fontos, hogy ismerjem meg Istennek az álláspontját, és Isten által tudjam saját magamat is látni, és tudjam magamat elfogadni olyannak, amilyen vagyok. Két hét múlva, amikor fogok prédikálni, akkor fogok a gyülekezetről beszélni, és azt látjuk, hogy a Bibliában, hogy a gyülekezetben mindenkinek megvan a maga helye, és mindenkinek nagyon fontos helye van. Nem nélkülözhető, nem helyettesíthető senki a gyülekezetben. Mindenkire szükség van, és Isten mindenkit a helyén akar látni. És ha helyünkön vagyunk, akkor elégedettek vagyunk, és ráadásul hasznosak is vagyunk. És én vágyom erre, testvérem, hogy az elégedett hasznosság, ezt tudjon meg lenni az életünkben, önmagunkkal kapcsolatosan, mert itt jön a második rész, hogy én csak úgy tudok másokat szeretni, hogyha önmagamat is tudom szeretni. Ha én az én saját javamat keresem, akkor tudom másoknak is a javát keresni, és figyeljen meg az, hogy mi a másik embernek a szívevágya, mi az, amivel a másik emberen tudok segíteni, és úgy segítsek neki, ahogy az neki jó lesz, amire neki szüksége van. Ne úgy segítsünk másokon, hogy a magunk szükségeit betöltjük. Tudjátok, amikor visszünk valakinek ajándékba bombont, és megnézzük, hogy melyik a mi kedvencünk, azt visszük el, hát ha megkínál bennünket is. És nehogy olyat vegyünk már, amit mi nem szeretünk. Tehát nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy úgy adunk ajándékokat másoknak, hogy az nekünk is jó legyen. Nekünk az a legfontosabb, hogyha másokat akarunk szeretni, és be akarjuk mutatni Isten szeretetét, nézzük meg, hogy annak az embernek mi a legjobb. Az az ember hogyan fog áldást kapni, és én szolgáljak úgy, mindjárt beszéljek a szolgálatról is, hogy a másik ember tudjon előre haladni. És a harmadik része azt mondja az ige, hogy akkor tudjuk az élő Istent szeretni, akit nem látunk, hogyha azokat az embereket, akiket látunk, azokat megtanuljuk szeretni. És ezáltal, hogy embereket szeretünk, embereket tisztelünk, azt olvassuk az igében több helyen is, hogy tudtunkon kívül angyalokat fogunk megvendégelni. Vagy Jézus mondja azt, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok. És látjuk azt, hogy azt mondja az Új ér, hogy amikor egy legkisebben megcsináltátok az enyém közül, akkor ezt velem cselekedtétek meg. Tehát amikor az Isten szeretetéről beszélünk, ezt be tudjuk mutatni azáltal, hogy másokat szeretünk, másokat tisztelünk, és akkor tudunk igazából Isten szeretetében előre haladni. Még egy-két gondolatot itt a végére. Nagyon fontos, hogy amikor helyén van a hozzáállásunk, még egyszer mondom, saját magunkhoz, másokhoz is az élő Istenhez is, akkor egészen másképp tudjuk megélni a hétköznapjainkat. A többiekkel való kapcsolatot is. Amikor valaki kér tőled valamit, akkor van egy lehetőséged arra, hogy szolgáld az élő Istent. Amikor a gyülekezetbe eljössz, van lehetőséged arra, hogy felemeld az élő Istent amikor dicsőítesz, van lehetőséged arra, hogy kifejezd a szívednek a háláját, és számot vesz arról a sok-sok áldásról, amivel az elmúlt héten téged körülvett Isten. És amikor így állunk hozzá, akkor nem lesz nehézség, hogy megint szolgálnunk kell. Olyan sokszor látom azt, amikor van lehetőség a szolgáltra, vagy van egy felhívás, hogy akkor most ki akarja elvégezni ezt a munkát, és akkor mindenki elkezdi nézni, hogy milyen a festésnek a minősége, megnézik a székeket, megnézik a ruhájuk, rendben van-e, csak hogy nehogy szemkontaktus kelljen azzal az emberrel alkotni, aki éppen felteszi a kérdést, mert a végén még kijelöl engem a feladatra. Tehát nagyon sokszor kerüljük a lehetőséget, pedig nekünk, én azt gondolom, hogy Isten gyermekeiként vágyni, keresni és éhezni kell a lehetőséget, hogy szolgálhassuk Istent, és szolgálhassuk embertársainkat, is. Lehet, hogy mások azt gondolják, hogy ez egy alja munka, ez egy maga, megalázó munka. A tanítványok is ezt gondolták Jézus Krisztus munkájáról, amikor például megmosta a lábait, hogy ez egy megalázó munka, és nem is akarta fogadni a Péter, hogy ez, 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 nem fér össze. Te vagy az Úr, és mégis engem szolgálsz. És Jézus erről ekkor mondta azt, hogy ez a példa, amit követnetek kell, hogy szolgáljuk egymást. És még megalázó módokon is tudjuk szolgálni egymást, mert így van lényege az egésznek, amikor számomra nem kedves, amikor semmi hasznom nincs belőle, és mégis segítek és mégis adok. És nem viszonzást várok, hanem azt várom, hogy az én mennyi atyám adjon majd viszonzást a számomra. És amikor így éljük az életünket, akkor tud igazából véleményem szerint bemutatkozni az igazi Isten félelem. Tudjátok, most volt egy bőti időszakunk, és olyan erőteljes az az ig, amikor Ézsajás beszél a bőtről. És sokszor az összekötjük az Isten a bőtel, hogy amikor bőtöljök, akkor bemutatom, hogy mennyire szeretem az Urat. De itt nem az éhezésről van szó, nem a lemondásról van szó elsősorban, hanem az, hogy az Úrnak a munkáját végezzük. És ott is azt olvassuk, hogy megnyisd a gonoszság bizincseit, és lehetne sorolni, hogy nem olyan dolgokat kell tennünk, ami nekünk is mindig kedvező, mindig szimpatikus, hanem Isten szolgálata nagyon sokszor fizikális lemondással jár. Sokszor nehézségekkel, sokszor saját kárunkon tudunk másokon segíteni. Nagyon sokszor nem hálásak az emberek, de én ezen sokszor gondolkoztam, hogy milyen jó esik, amikor meghálálják az emberek, vagy megköszönnek valamit, pedig az ige alapján sokkal jobb az, amikor nem köszönik meg. Mert ha itt, az a, itt a Földön hálálkodnak az emberek is megköszönik, akkor köszönöm szépen, elvettem a jutalmamat. De hogyha nem köszönik meg, akkor az Élő Isten ezt számon tartja. És mi nagyon sokszor vágyunk az emberi el elismerésre, emberi megbecsülésre, pedig Isten azt szeretné, hogy az ő megbecsülésére vágyunk. Az ő kedvét akarjuk keresni. Nehéz egy kicsit, mert nem látjuk itt fizikálisan. Fizikális embereket sokszor könnyebb tisztelni. Jön egy nagy ember, nagy fizetéssel, nagy pozícióval, miniszter, stb. is igyekeznek az emberek megtisztelni, mert látják a pozíciót, és sokszor nem az ember tisztelik meg sajnos, hanem a pozícióját. Pedig sokkal jobb lenne, amikor az embereket tudjuk tisztelni. És nem a pozíció miatt kell tisztelni másokat, hanem azért, akik. Szokták mondani, hogy ki kell érdemelni a tiszteletet. Én azt gondolom, hogy jogosan is jár a tisztelet, megkérdemelni is kell, tehát a kettő az együtt tud működni. De én az én részemet akarom megtenni. Én szeretném Istent úgy félni és tisztelni, hogy ezt lássák rajtam mások. Én szeretnék olyan kapcsolatban lenni Istennel, hogy ne azt nézzem, hogy az emberek mit mondanak, hogy hogyan, hanem az, hogy mi Istennek a véleménye. És neki akarjak a kedvében járni. Őt akarjam felemelni az életemmel, az én cselekedeteimmel. És hogyha ez egy helyes motivációból származik, ennek mindig áldás lesz a vége. És nagyon fontos dolog, befejezésképpen igazából a lényege, hogyha ha Isten szeretnénk tisztelni, hogy Jézus Krisztus magát kell tudnunk tisztelni. Mert a Filippi azt írja a ked második részben, hogy önmagát megüresítette, és szolgai formát vett fel. Hozzánk hasonló ember lett, olyan lett, mint mi. És nagyon fontos testvéreim, hogy nekünk ezt az Istent, aki lejött a földre közénk, és hajlandó volt meghalni értünk, kell tudnunk tisztelni. Mindazért, amit tett kell tudnunk becsülni azért, hogy helyettünk is értünk meghalt, és olyan áldozatot hozott értünk, amelyet egyikünk sem tud kiérdemelni. Kell, hogy szeressük őt. És kell, hogy az életünknek a középpontjában mindig Jézus Krisztus legyen. Mindig ő legyen felemelve az életünkben. Nem mi legyünk az életünk középpontjában. Éppen beszélgettünk reggel Lacival, egy jó néhány, két, -két hónapja már lassan itt volt a Fóris nálunk, és ő mondta, beszélt a, vagy, vagy hónapokkal ezelőtt, beszélt a K-típusú kapcsolatok, nem tudom, emlékeztek el rá, a K az Krisztust jelentette. Hogy mindig Krisztus kell, hogy középpontban legyen az életünkben, a kapcsolatainkban. Hogy amikor másokat megtisztelünk, akkor ezáltal őt tudjuk megtisztelni. Hogy tudjuk a másik emberben is szeretni a Krisztust. Tudjuk a másik emberben is felemelni a Krisztust, és becsülni őket. És azt látom, ha így éljük az életünket, sokkal elégedett, sőt, nem sokkal, sokkal, hanem hogy teljesen elégedett lesz az életünk teljes bőségben tudunk élni, és távozik a depresszió, távoznak a félelmek, távoznak a haragok, egymás intrikálása, az indulatok. Tudunk felszabadulni, és tudjuk szeretni egymást, és egymáson keresztül az élő Istent. Adja az Úr, hogy az így legyen mindannyiunk életében, és hogy tudjunk növekedni. Amen.